Napközi kölyöktáborban vehetnek részt a csornai gyerekek. A város termálfürdőjében 3 héten át hetenkénti kurzusokban szerveznek programokat a jelentkezőknek. A vízszoktatás mellett ügyességi játékok is várják a gyerekeket. Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került a napközi kölyöktáborunk. Az idei évben 3 héten keresztül várjuk a gyerekeket különböző programokkal, amik jellemzően a vízhez kapcsolódnak. Jelen pillanatban az első hét már elkezdődött, de további 2 hétre még van lehetőség jelentkezni. Ezek a táborok 7. hónap 16-án és 7. hónap 23-án fognak még kezdődni. És bízunk a jó időben, és az, hogy minél változatosabb programokkal tudjuk szórakoztatni a kicsiket. A rossz időre is fel vagyunk készülve, ebben az esetben a meleg vizet használhatják, illetve az egész ruhatárat a gyerekek rendelkezésére bocsájtottuk, ahol a tévén történő videónézés, filmnézésen kívül kézműves foglalkozások, illetve játékos vetélkedők várják őket. A tábor folyamán a gyerekek milyen programokon vehetnek részt? Nos, hát mivel strandon vagyunk, így jellemzően a vizes foglalkozások vannak többségben, és ezeket is szeretnénk a gyerekeknek biztosítani, hiszen azért van a strandon a tábor. Vizes vetélkedők vannak, sorversenyek, labdás foglalkozások, vízhez szoktató programok, és igazából az egésznek az is a célja, hogy minél bátrabbak legyenek a vízbe, és a vízhez szoktatás az meglegyen, egy alapfokú képzettséget szerezzenek. Az étkezés a tábor folyamán biztosított? Igen, biztosított. Napi 2-szeri étkezést biztosítunk, egy ebédet, illetve egy uzsonnát biztosítunk a gyermekek részére. A táborára tartalmazza a belépőt? Így van, természetesen külön belépő vásárlásra nincsen szükség. Ha valaki ezt a riportot látván kedvet kap a táborra, hol lehet jelentkezni? Elérhető egy jelentkezési lap a Strandfürdő Facebook oldalán, de ezen kívül a Strand telefonszámán, illetve a Strand pénztárában jelentkezési lapot kitöltve lehet jelentkezni még a következő 2 heti táborra.